Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mindjárt a legérdekesebbel kezdem. A videó vége tele lesz bakival. Váljátok meg a Dead Cat Works logót. Itt vagyok egy újabb hosszú nap után a Dead Cat Works műhelyben. Nagyon rég készítettem videót, ezért úgy gondoltam, szólok egy pár szót János LCT AK 105-öséről. Mint látjátok, már csoda szépen fel van cicomázva. Igen, a replika már majdnem 6 kiló környékén van, tehát dög nehéz. Na most, mivel ez egy nehéz acél AK, és a Milsim szimbóluma az, hogy autóval át lehessen rajta menni, és jó, nehéz legyen, és vágja a kezedet, télen pedig hozzáfagyjál, ezért gondoltam, hogy ahelyett, hogy egy hiper-szuper párára és esőre érzékeny vezérlést tennék a gearboxba, javasoltam Jánosnak, próbáljunk ki valami mást. Az új irány nem más, mint egy brushless motor beépítése lett. Igen, ugye a brushless motor szénkefe nélküli, de vezérlő elektronikával működő villanymotor. Új technológia, még egyelőre az ára egy az egy vezérlésének, gearboxba építhető vezérlésének, ellenben maga az elsütés és a ciklus karakterisztikáját jócskán meg tudja változtatni. Azért döntöttem emellett, mert megtartva a hagyományos tűzkapcsolót, úgy gondolom, hogy maga az elsütés érzése jóval közelebb áll a valós AK-éhoz, valamint sokkal jobban szinkronban van a replika által sugárzott karakterrel és erővel. Maga a Gearbox egy AOE beállítás és egy Dead Cat Works üzembehelyező szervizt, rugócserét kapott, viszont azért ezt a poprendszert ezt nem hagytuk annyiban, és egy Lambda 603-as precíziós acélcső van benne, egy FPS szoftver palást gumi alatt pedig egy Silent Industries L-Hop patch, 32-es BB-vel itt a Kronon 1,3 Joule-t teljesített, ami úgy gondolom, hogy tökéletes lesz arra, hogy 60 és 70 méter között Jánosunk pontosan és élvezetesen tudjon személyautóban harcolni. A replika tűzgyorsasága 11.1-essel, ez a 35K-s motor mellett a 18.1-es fogaskerékkel, ami ugye gyárilag a gearboxban van, 1500 lövés per perc volt. Az egyes lövés szép feszes, nekem nagyon tetszik a különbség egy szénkeféshez képest. A különbséget megnézhetitek majd a TikTok videómon. És a végére kifogytam a szavakból. Köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy lesz időm és energiám újabb bemutató videókat csinálni. Megtaláltok az összes social media platformon, kommentbe írjátok le, hogy miről szeretnétek hallani, igyekszem teljesíteni a kérdéseket. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Na, egy újabb hangpróba, meg egy kicsit lejjebb vettünk a fényből. Hogy ne legyen olyan derült a hangulat. És akkor nem bubogok bele, nem bubogok bele. Minden videóhoz és hosszabb podcasthez kell egy kolcstart. Én már negyedjére jövök ide az LCT, János LCT replikája elé. Már változtattam a fényen, végre sikerült csatlakoztatni a mikrofont. Akkor talán elmondom, el is mondom, amit szeretnék.